Kedves barátaim, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket. Sokan ismerik a Mára idézetet, ha máshonnan nem, hát az óriás plakátokról, ami úgy szólt, hogy mert egy nép azt mondta, elég volt. De vajon ismerik-e a folytatását is ennek a versnek? Így hangzik. Nem érti ezt a sok ember, mi áradt itt meg, mint a tenger, miért remegtek világrendek, egy nép kiáltott. Aztán csend lett. De most sokan kérdik, mi történt? Ki tett itt csontból, húsból törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik hebegve, mert végképp nem értik ők, akik örökségbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság. Kedves barátaim, nem csak tartalma miatt választottam ezt a Mára idézetet. Tudatosan döntöttem úgy, hogy egy baloldali indítatású ünnepen, egy baloldali közösségben pont egy emblematikus, valódi, jobboldali, konzervatív polgári írót idézek. Tudjátok, már csak azért is, mert szerintem ma már több közünk van Mára értékrendjéhez, a polgári virághoz, mint a magát polgárinak hívó, végtelenül gonosz orbáni kleptokráciának. De tudjátok, számomra egyáltalán nem ez a lényeg. Nem az. Gondoljuk csak végig. Van jobboldali rokonunk, barátunk? Miért ne lenne? Van másképp gondolkodó szomszédunk? Hát nyilván van. Van olyan munkatársunk, aki szélsőségesebb nálunk? Hát bizonyos dolgokban biztosan. És ez így van rendben. Magyarország már alapító királya szerint is egy sokszínű, sok értékből és rétegből álló ország volt. A sokszínűség ugyanis érték. Megtanít gondolkodni, megtanít szeretni, megtanít elfogadni, és megtanít nem félni. Érték a somogyi vagy baranyai sváb porták rendje, érték a viharsarok szlovák hagyománya, érték Szentendre kanyargó Keskeny Rác utcája. Mindezek értékek, amit egy nagy és erős, önmagában és értékeiben biztos, büszke és szabad, befogadó nemzet hozott létre. Félelem és gyűlölet, kisszerűség és kirekesztés, erőszak és gonoszság. Ez az orbáni Fidesz uralom. Ez lenne a jobb oldal? Ez lenne a polgári világ? Kizárt. Ezek ugyanis nem értékek, ezek nem konzervatív alapelvek, ezek nem demokratikus alaptézisek, ezek egy populista, szűk látókörű, hamis és korrupt rezsim önhatalmú és öncélú tulajdonságai. Ezek se nem magyar, se nem demokratikus értékek, viszont ezek jelentenek veszélyt a magyar sokszínű demokráciára, ezért kell fellépnünk ellenük. Nagy Imre városában mindig különleges élmény ráemlékezni október 23-a előestéjén, mert mindig emlékeztet arra, hogy belső értékeinkért való kiállás alapvető emberi kötelességünk. És az kell legyen ma is. Legyünk akár cserdi cigányok, a siófokiakért is kiálló szombathelyi ügyvéd, kaposvári polgár, budapesti értelmiség. 56 hősei kiálltak értékeikért. Egy olyan környezetben, amikor a világ legnagyobb és legsötétebb hatalma fenyegetett, majd vágott vissza. Értékes, egyenes emberként indultak, ezért emlékszünk rájuk tisztelettel, ezért tart emlékezetük a mai napig. Kedves barátaim, és velünk mi lesz? Szembeszáll-e a sokszínűség az egyszólamú többséggel? Többek vagyunk-e az elfogadással és a toleranciával egymás felé, mint a félelmet gerjesztő diktatórikus elhallgattatás? Bátrabb tett-e az egymás felé fordulás, a nyitás, mint a bezárkózás és a gyűlölet?
Ugye nem azzal foglalkozik senki sem, hogy Orbán aljas áldemokráciájának díszletéből mekkora rész jut neki. Ha marad a NER, teljesen mindegy, nem számít, hogy 15-7 vagy 2% jutott belőle. Állítsuk meg az Orbáni gonoszságot, döntsük meg a nemzeti együttműködés rendszerét, és majd utána építhetünk demokratikus pluralizmust. Kedves barátaim, a ma esti megemlékezés régi és szeretett hagyományunk, és amikor az idő engedi, fáklyákat gyújtunk. Emlékezzetek vissza, ahogy az első fáklya fénye fellobban a sötétben. Ez az első fáklya fénye még nem szünteti meg a sötétséget. De a mellettünk álló fáklya fénye már kijelöli a két pont közötti utat. Sok-sok hozzánk hasonló, barátunk kezében gyúló fáklya megvilágítja a közösségünket, kijelöli a sötétség határait, meleget ad a fagyoskodóknak. Legyen ez az emlék, ez a kép a következő hónapokban előttetek. Sok-sok apró fénypont áll össze a sötétben, nem ugyanazok, nem ugyanolyanok, de mégis meleget adnak, mégis utat mutatnak, együtt megmutatják az utat. Köszönöm.